Takácsi Mihály Sétány a Parkmonszóban című festményét választottam. Ez a kép 1882-ben született, ekkor Munkácsi már közismert és ünnepelt művész, a Párizsi Világkiállítás aranyérmének birtokosa, Európa több városában bemutatták a képeit, Ferenc József nemességet adományozott neki, tehát a pályája delelőjén járó festőművész. Ez a képe egy nagyon tetszetős, és a születésének idején nagyon újszerű darab. A Munkácsi az 1880-as években kezdte el a szalonképeit tájképi környezetbe helyezni. Itt is, ezen a képen is láthatjuk, hogy bár egy gyönyörű tájképi környezetet látunk alapvetően a képen, de az előtérben a szalonképek világának teljesen megfelelő életképi szituációt látunk. Tehát ezzel a polgári életképet újszerű formában jelenítette meg Munkácsi. Ha megnézzük a kép szerkezetét, egy centrális szerkezetű kép, a középpontban, a kompozíció középpontjában egy életképet látunk, egy fiatal édesanya a horgolásába mélyedve ül a padon, és körülötte játszanak a gyerekei a Dajka felügyeletével. Ha megfigyeljük a kép kompozícióját, a háttérben is láthatunk alakokat. Ezek a mellékalakok az úgynevezett staffázs alakok, és az a szerepük, hogy a kép mélységét, térbeliségét érzékeltessék, illetve egy kicsit változatosabbá tegyék ezt a képi hátteret. A Monszó Parkot Munkácsi jól ismerte, mert a műtermük, a lakásuk és a műtermük ennek a szomszédságában állt. Gyakran más festőművészeknek is egy gyakori témája volt ez a park. Az egész képet, ha megnézzük, akkor a legjellemzőbb rá, hogy egy zöld, az egész tiszta zöld, a képnek a túlnyomó része zöld, még ez a pad, amin az a fiatal nő ül, még ez is zöld színű. Azt gondolná az ember, hogy ettől lehet nagyon unalmas is ez a festmény, hiszen nincsenek rajta változatok, de ha végignézzük, ennek a zöldnek a szinte a teljes színskáláját megtalálhatjuk az egész méreg zöldtől az egész világos, sárgás, halvány árnyalatokig. Nagyon pici komplementer árnyalatai is vannak, a fiatal nő és az egyik kislány piros sapkája, tehát ez a komplementer színe a zöldnek, ami itt a képen látszik. Ez egy gyönyörű, harsogó, élettel teli szín. Munkácsira mindig azt mondják, és hát így is van, hogy realista festő volt, de hogyha jobban megnézzük ezt a képet, bizonyos plener ízeket és árnyalatokat láthatunk rajta, mert ezek a mindenütt felbukkanó fényfoltok, amelyek a falombokon átsugárzó napfényt láttatják, ezek valójában bizonyos plenerisztikus vonásokat mutatnak. Az egész kép gyönyörű harmóniát sugároz, nyugalmat, derűt, békességet, maga egy tökéletes idill, de valójában én nem ezért választottam ezt a képet, azért választottam, mert nagyon kedves emlék fűződik hozzá. 2007-ben ugyanitt a Szolnoki Galériában már rendeztünk egy Munkácsi kiállítást. A kiállítás nagy részét akkor is Pák Imre anyaga alkotta. Van sok átfedés az akkori és a mostani kiállítás között, de az a kivételes szerencse ért bennünket akkor, hogy abban az időben újították fel a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum állandó kiállítását, és ezért, mivel akkor éppen ott nem volt ez látható, relikviák, több tucat Munkácsi relikviát is kaptunk ajándékba, és ez hihetetlen élmény volt, hogy egy ilyen festő óriásnak nem csak a művészetét, a képeit láthatjuk kézzelfogható közelségben, hanem az életéhez kötődő tárgyakat is, a legkorábbi időszaktól kezdve a legkésőbbekig. Itt volt egy olyan kis faragott festett fafogas, amit ő még az 1850-es években asztalosinasként készített, a szegénységi bizonyítványa, a festőpalettája, ecsetei, vázlatkönyve, itt voltak személyes használati tárgyak, a későbbi párizsi fényűsző életéből a monogramos esernyője, az aranykeretes szemüvege, az ezüst ivópohara, a ébenfából készült ruhakeféje, a házi kabátja.
és ennek a kiállításnak a rendezésében én is részt vehettem, ami nagyon nagy élmény volt, és egészen különleges emlék számomra. Tehát amikor erre a képre nézek, akkor nekem ez a kiállítás idéződik fel, mert annak a 2007-es Szolnoki Galéria beli Munkácsi kiállításnak ez a kép volt a plakátján és a meghívóján. Ezt juttatja eszembe. Szíves figyelmükbe ajánlom ezt a képet.